Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Eltelt egy idő azóta, hogy végre behozták a törvényt, hogy azokat a medvéket, amelyek bejárnak a településre, ki lehet lőni. Én ezzel egyetértek. Állatvédő vagyok, szeretem az állatokat, de ugyanakkor azt gondolom, hogy az emberi élet azért prioritást élvez. Hányszor volt arra példa, hogy tényleg ártatlan emberek estek áldozatul amiatt, mert a hatóságok, legyen ez bárki, és veheti akár mindenki magára, töketlenkedtek. Nem tudom ennél finomabban megfogalmazni. Van az az állapot, amikor egyszer rá kell lépni a gázpedálra, oda kell durrantani egyet, és hát a medve esetében ez nem egy átvitt értelmű dolog, hanem konkrétan értjük. Hát igen, igen. Viszont én annak örülök, hogy legalább valamilyen szintű, valamilyen formájú döntés született a dolog kapcsán. Azt nem tudom, és az a folyamatos kérdés, ugye korábban is beszéltünk erről, hogy vajon ez mire ad megoldási lehetőséget, és mire nem. És hogyha most arra gondolok, hogy ugye mi az apropó, ami kapcsán ebben a pillanatban beszélgetünk egyáltalán a medve kérdésről. Látod, te Bence, most neked mondom elsősorban, mert korábban ketten beszélgettünk, erre a helyzetre abszolút, de nem megoldás semmilyen döntés. Vráncsa megyei medve. Megvan neked a cikk? Tudod, hogy miről van szó, Jocó? Igen, tudom, miről van szó, és én is, amikor először olvastam ezt a cikket, azon gondolkodtam, hogy már Vráncsa megyében megölnek egy medvét, ugye, és rögtön rám egy napra talán kiderült, hogy Kolozs megyébe is megtámadta medve, és az emberek elkezdtek harcolni egy medvével, vagy nem tudom, erről tudtok-e. A lényeg az, hogy egyre több százfenes, ilyen... ugye, ott volt, igen, a sztori. Igen, tehát, hogy egyre több ilyen eset van, és valójában azért is beszélünk róla, hogy kíváncsiak vagyunk a hallgatók véleményére is, hogy mit lehet ez ellen tenni úgy, hogy ne sérüljön se az állatvédő, se az állat, hát ez esetben az állat csak fog kell sérüljön, hogyha más megoldás nincs, ugye. Én azt gondolom, hogy a 7200 medvéből, ami van, a Táncos Barna szerint volt egy ilyen kijelentése, hogy 6500 és 7200 köré tehető a romániai medveállomány, az egy kicsit nekem most már soknak tűnik. Nem tudom, nem vagyok én környezetvédelmi szakember, vagy ehhez hasonló, viszont azt gondolom, hogy tényleg olyan intézkedést kellene most már hozni, ami ezeket a dolgokat teljes mértékben kizárhatja, és ki kellene dolgozni egy olyan tervet, ami teljesen működőképes, mert eddig folyamatosan azt érzem, hogy csak ötletek vannak, csak egy kicsit beszélünk a levegőbe című dolog szerintem. Meg hogyha, bocsánat, csak egy gondolat a mostani történet kapcsán, ugye Vráncsa megyére vonatkozóan, az a helyzet, hogyha döntés is születik, és lám mondjuk megvan a jog és a lehetőség, hogy valóban kilőni, hogyha nagyon veszélyes, ez meg az, és felteszem, itt is ez történt lévén, hogy elkergették, aztán visszajött, aztán ugye sajnos ez komoly sérüléseket is okozott az egyik úriembernek, egy a lényeg, még mindig ott tartunk, hogy megy a vizsgálat, és zajlik a vizsgálat az esemény körül. És számomra az a nonsens, hogyha meg is hoztak egy döntést annak idején arra vonatkozóan, hogy mit lehet vagy nem lehet tenni egy ilyen helyzetben, akkor utána rámegy a maradék idő arra, hogy oké, akkor ott vizsgálódunk jobbra-balra. Tehát Vráncsa megye ugye a szomszédos megye, ez a Kümpó település, ez nekem pontosan nincs meg, hogy hol van, de az Ager Press beszámolója szerint a következő történt, hogy a hallgatók is legyenek képben. Az történt, hogy a medve a reggeli órákban behatolt a községbe, élelem után kutatva beakadt egy drótkerítésbe. A medvét a helyi állatorvos elaltatta, a csendőrök kiszabadították, majd mintegy 200 méterre levő erdőben elengedték. Arról nem szól a fáma, hogy mennyire vitték be az erdőbe, mert ugye nem az erdő szélén kellett volna kirakni. Na most néhány óra múlva a Maci még mindig éhes volt, visszatért a településre, tényleg olyan, mintha egy ilyen rossz brazil szappanoperának a forgatókönyvét olvasnád, ahol rátámadt a megrongálódott drótkerítésen dolgozó három férfira, akik ugye helyre akarták javítani a dolgot. Na most ugye a közelben tartózkodó helybéliek közbeléptek, megölték a medvét, nem volt más megoldásuk, mondták. Nem tudjuk a hogyant, azért egy medvét, tehát hogy mondjam, vannak azok a székely pálinkázós éjszakák, amikor a legény egyet csavar a bajszás, azt mondja, megfojtom a medvét, vagy kiúzom a nyelvétől, kifordítom, de azért egy medve elég nagy állat. Én nem látom, hogy lehet azt, mit tudtak vele csinálni. Tehát azt, hogy lenyomják a földre és megverik, amíg meghal, azt nem látom. Hát én is kíváncsi vagyok, mert hogy ugye erre nem tér ki a cikk, hogy pontosan hogyan ölték meg a medvét, viszont nekem a fontosabb kérdés az volt, amikor ezt olvastam, hogy tér vissza egy
medve ugyanarra a helyszínre, ahol azelőtt elaltatták, nem tudom, tehát rá nem tudom mennyi. A bűnöző mindig visszatér a tett helyszínre, nem? Vagy kockáztassuk meg esetleg, hogy nem egy olyan nagyon okos állat a medve. Plusz, hogyha ott van az a sztereotípia, hogy a villám belecsap-e kétszer ugyanoda, és ezt megcáfolták, és pro-kontra vonalon is hoztak elég komoly érveket, hát ki tudja, mi van oda bent, belső monológ szintjén, tudod? Én azt gondolom, hogy a medve nem ment vissza oda zabálni, hanem nem tudom. Arra fele járt, megszokta volna? Igen. Vagy vajon ugyanaz a medve volt-e? Valószínűleg, hogy igen. A helyiek azt mondják. Ja. Tehát egy medve volt, hogy előtte mi történt, mi nem. Nem tudom, lehet ez is valami szerecsen mosdatás. De most őszintén, tehát hogy mit csinálnál akkor, hogyha mész haza, ott a tekerítésénél csócsál a medve. Nyilván a családod miatt aggódsz, hát nem vagy hülye. Tehát, hogy ez... Közel tapogatózom, mert megtörtént. Ez most történt meg körülbelül másfél hónapja, hogy... A sugásfürdő fele vezető úton észleltek egy medvét, ami bement a Tavasz utcába fent az Őrkő negyednél, Sepsiszentgyőrről beszélgetünk, és tulajdonképpen az összes cigányok meg ott mindenki összefogtak, és egy adott pillanatban azt láttad, hogy ilyen 8-10-es csoportban villákkal, fejszékkel felszerelkezve és lámpácskákkal mindenki ilyen csoportokban keresték a medvét, mert ugye ott nem tudom, valami borjút meg csikót támadt meg a medve, és ugyanakkor abban a pillanatban, ugye én pont ezt láttam, én igazat adtam nekik, tehát hogy az én fiam éppen akkor biciklizett hazafele a poros úton, pont ahol látták a medvét attól 100 méterre. Úgyhogy az emberben ez a túlélési ösztön szerintem teljesen normális, tehát én nem csodálkozom, vagy nem hiszem, hogy én másképp tettem volna. Olyankor valószínű az ember bátorságot kap, ha veszélyt érez a testvére iránt, vagy a nem tudom, éppen kit támad meg a medve, és az emberek ilyenkor tényleg összefognak, és neki mennek akár mekkora medvének is, én azt gondolom. És volt egy felvétel is, azt hiszem erről, vagy nem tudom, hogy erről láttam-e a felvételt, ahol látszik, ahogy a medvét ott ütik, az nem tudom pontosan, hogy ez a felvétel, nem akarok hülyeséget mondani. Volt elég sok ilyen jellegű, hogy most nekem is rémlik valami. Tehát a lényeg az, hogy az ember túlélési ösztöne az ilyenkor szerintem egy olyan szintre emelkedik, ahol bárminek is neki tud menni, és próbálja megvédeni a saját életét. Mondjuk jó kérdés, látod azt, hogy oké, hogyha például így egy nagyobb közösség össze tud úgymond verődni, és egyik a másikat támogatni, megvédeni, stb., és egyébként is sok lúd, disznót győz alapon, van némi esélyük, de mi a helyzet akkor, tudod, mikor egyedül vagy ketten, hárman az erdőben szembe mentek ugyanígy egy medvével. Azért vacak helyzet az ilyen, mert nem hiszem, és nem is lehet szerintem, főleg mostanság kijelenteni, hogy van jó út és jó megoldás. Látod, én például tipikusan az vagyok, aki ha nem tudom, kertesházban laknék, és a kerítés mellett ott lenne a medve, túl azon, hogy értelemszerűen megpróbálok biztonságba helyeződni, vagy a szeretteimet, hogyha körülöttem vannak, biztonságba helyezni, de azon túl az első dolgom az lenne, hogy hívnám az illetékes hatóságokat. Tehát én biztos, hogy nem lennék az a, ugye a Szent Anatónál volt még egy idősebb úriember, aki ott piknikeztek, ez meg az, jött a medve, és egy szál bottal elkezdett szembe menni a medvével, ordítozván, el is kergette, teszem hozzá, hál' Istennek, de lehetett volna sokkal csúnyább végkimenetele is a dolog. Kincső, az, hogy hívnád egyből a rendőrséget, vagy a mentőszolgálatot, nem tudom, ez egy kicsit olyan, mint tudod, a vicc, amikor a Székely bácsi elmegy Afrikába, és nem a sivatagba, és hazamegy, és mesélő, voltam a sivatagba, és láttam medvét, oroszlánt, bocsánat, nem medvét, oroszlánt, és kérdezte, hogy és akkor az milyen volt? Hát én amikor megláttam, felfutottam az első fenyőfára. Hát ott nincs is fenyőfa, hát abban a helyzetben nem nézett, hogy van-e vagy nincs, mondja a Székely. Tehát egy kicsit azt gondolom, hogy ezek olyan gyorsan történnek, hogy nincs arra időt, hogy na akkor nézzük meg, van-e jelem a telefonon, hamar de állj meg, mert nem értetted, akkor az elejét, én futnék, bújni.
tudnék biztonságba helyezni magam, ezt ha mondtam, ez az első, meg mindenki mást, akit tudok, de biztos, hogy nem mennék egy vasvillával szembe a medvének, de... ezt akarom mondani. És lehet, hogy nem is ez a jó út, mert az, hogyha ott vagytok 30-an, 40-en esetleg, vagy 10-en, fogalmam sincs, hogy mi a minimális limit emberszám szempontjából, én nem vagyok annak partnere, hogy akari verekedni a medve. Annak, hogy esetleg valami hangos cucca petárdával, bármivel megijeszteni, elriasztani. De épp pont azt mondom, hogy nincs erre idő szerintem, tehát ezek olyan ritmusban történnek, tehát érkezik egy medve, mondjuk, vázoljuk fel ezt a helyzetet, hogyha mi vagyunk ott hárman, ugye? Jön a medve, kincső, ugye, elkezd ordítani, és elszalad. Én összecsinálom magam, igen, te mit csinálsz? Én felveszem a barna nadrágomat. Jó, akkor ezzel tisztában vagyunk. És akkor Bencével ketten mi, Bencénél pont van egy ilyen altató pisztoly, és lelövi a medvét, elalszik a medve, visszahívjuk kincsőt, megfogjuk a medvét, elhúzzuk 200 méterrel arrébb, ugye, és ott kivesszük belőle ezt a kis altató lövedéket, és boldogan hátrálva, nem fordítunk hátat, hátrálva visszamegyünk a helyünkre, és elkezdünk ünnepelni, hogy megmenekültünk, és milyen jó, hogy megmenekültünk, és megoldottuk ezt a medve dolgot. És ahogy így ünnepelünk, a dalunk közepén a medve hátulról egyet pofot, olyat vág le, mondjuk Bencének, mert nem nekem vág le, mert tőlem azért még félt. Én meg túl szép vagyok hozzá, hogy bántson a medvét. És akkor Bence... Háború esetén, de túsz, igen. Igazából a másik változat az, hogy azt látjuk, hogy kincső, tehát a kincső a köszönöm, dal... Köszönöm. Szűnni nem akar ünnepe, és folytasd, légy szíves. Azt látjuk, hogy kincső a dal közepén elkezd szaladni. Már megint. És a lényeg az, hogy olyan gyorsan történik, hogy tehát arra, hogy ott felhív valakit, vagy... Tehát nincs. Jól hangzik, nincs. de nem tehát szerintem. De hogyha bemenekül, gyere, vigyük tovább a sztoridat, mert tetszik. Ha be tudsz menekülni, vagy be tudunk mindhárman menekülni mindeközben valami kis menedéklakba, ahol viszonylag már biztonságos környezetben vagyunk, én erről a helyzetről beszélek. Innentől kezdve mit csinálunk? Oké, veszed a vasvillát, és kimész megharcolni a medvével, egyébként le az összes kalapokkal, ha igen, nagyon alfanén vagy. Nem. Hát vagy keressük a telefonjelt, azaz, pálinkával kezdünk ezt. Ha jól zárnak az ajtók, akkor így néha az ablakon kinézünk, s rászólunk a medvére, hogy hello, tűnés innen. Lecseréljük a barna nadrágot is, ugye valamikor a folyamat közepette értelemszerűen, és elkezdjük keresni a jelt, nem? Hát igen, lehet, hogy felhívunk valakit, de ahhoz először nagyon biztonságba kell érezzük magunkat, vagy hogyha, mert itt azt gondolom, hogy ők azt hitték, hogy megoldották a problémát. Tehát én nem hiszem, hogy ők számítottak arra, hogy ez a medve visszatér egyik pillanatról a másikra. És ez a fajta meglepettség okozta szerintem azt a helyzetet, hogy nem volt más választásuk, ezt írja a cikk is, hogy, és én ezt el tudom fogadni. Itt vagy azért el tudom pont hinni. Nézzük a felvételt, nem tudom mennyire látod. Igen. Tehát ott négyen kezelnek egy medvét. Most bocsánat, hogy a szabadba vágtam, csak hogy azt akartam az egészben, hogy ez a medve azért nem egy ilyen 200-300 kilós darab volt, hanem mondjuk egy ilyen 70-80 kilós. Az se kicsi, meg hogy mondjam, tehát akkora karmai vannak, mint egy bicska, de látszik, hogy gyakorlatilag botokkal szerintem agyonverték körülbelül, ez lehetett az eljárás. Lehet ezt helyteleníteni. Én azt mondom, nyilván sajnálom a medvét ebben a helyzetben, de az embert is sajnálom. Egy 31 éves pasas került kórházba ezután, mert a medve, hogy most el tudod képzelni, hogyha a másiknak akkora körmei vannak, mint nekem az ujjaim, és úgy vág, mint a vicska, egyet, hogy oda suhint, hát azért meg kell stoppoljanak utána, az a minimum. Így van, illetve hát nem tudom, na... Nincs erre egy olyan, és pont ezzel kezdtem, hogy egy olyan szabályrendszer lenne felállítva, amely ezt már megelőzi. Tehát, hogy ne is tudjon ez megtörténni. Mert az, hogy mikor éppen éles helyzetben vagy, akkor harcolsz az életedért. Ez ilyen egyszerű. Én legalábbis így gondolom. Jogos. Most, ami megtörtént a másik eset, Sepsiszentgyörgyön, amikor egyedül a futó találta szembe magát a medvével, és állítólag úgy menekült meg, hogy megharapta a medvének az orrát, vagy nem tudom, és hogy ott engedte el a medve, majd visszatért. Tehát erről van egy komoly interjú leírás, hogy az is az életösztönünkről szólt, hogy vagyok annyira erős lelki állapotban, mert vannak, akik nem tudják elmesélni, mert
ők nem érték túl, ugye? Hogy amiatt már nem voltak olyan állapotban, vagy éppen balszerencsék volt, ezt már nem mondjuk meg sose. Így van, így van. És tényleg egyre többen vagyunk, vagy egyre több ilyen eset van, ezért erről kell beszélni, ezzel kell foglalkozni úgy is, mint akik ebben tehetnek valamit, és úgy is, mint mi most, ahogy beszélgettünk rádión keresztül, hogy gondolkozzunk el, hogy készüljünk fel esetleg, ha egy ilyen helyzet van, akkor éppen ne derültékből villámcsapásként érjen. Sok minden kapcsán, amit mondtál a prevenció ügyében, sok minden kapcsán el szoktuk mondani itt azért reggelente, hogy mennyivel egyszerűbb és könnyebb lenne a helyzet, meg a történet, hogyha igen, egy kicsit a megelőzésre tevődne a hangsúly. Csak én úgy vagyok ezzel az erdélyi és egyáltalán országos medvekérdés kapcsán, hogy szerintem egy kicsit lekéstünk a prevenciós dologról. Tehát alapjáraton arról beszélünk, hogy évek, évtizedek óta lassan besétálgatnak a medvék, etetgettük, beszoktatgattuk, és most már akkora lett a populáció, és akkora lett ezáltal effektív a probléma maga is, hogy szerintem itt már megelőzésről nem feltétlenül lehet beszélni. Úgyhogy az a szerintem, vagy a számomra fontos kérdés, hogy akkor viszont miről lehet beszélni, miközben közelharcot kell vívni adott esetben a környezetvédőkkel, és teljesen érthetően, vagy az állatvédőkkel, hogy mit szabad és mit nem szabad, mikor és hogyan szabad mondjuk a saját életünk védelmében tenni, elegészen addig, hogy az emberben van-e elég bátorság, és elegészen addig, hogyha megteszünk valami óvintézkedést, vagy egy hasonló helyzet történik, mint amiről beszélünk, akkor annak milyen következményei vannak. És ezt ki fogja eldönteni, nekem ez a gondom? Hát ezt nyilván a szakhatóság kellene. Nézd, én önkormányzatokat, különböző, legyen megyei tanácselnökök, legyen polgármesterek, én most már évtizedes távból tudom, hogy könyörögnek, hogy valamit kezdjenek a vadkárokkal. Eleve. Tehát, hogy lehessen kilőni az olyan vadat, amely kárt okoz, különösen, ha visszatérő. Mert ugye az egyszerit azt nem nagyon tudod. Észre se veszed a kárt. De gondoljál itt vaddisznóra, gondoljál medvére, és ezek nem tegnapi problémák. Ezzel igaza van, Kincsőnek nagyon is. Ha jól emlékszem, akkor Dacian Csolos miniszterelnöksége alatt a technokrata kormány volt az, aki betiltotta, illetve ami betiltotta egyáltalán a medvék kilövését. Ami... és utána valami iszonyatosan komplikáltan lehetett csak egyáltalán hozzájutni egy kilövési parancshoz. Ezt úgy, hogy szerintem mind a hármunk látott már Tusnádon medvét. Ha voltál Tusnádon, láttál medvét. Ez így elég alap dolog. Sőt, hát Tusnádon van olyan vendéglő, kulcsosház, vagy ilyen kis megszálló helyiség, ahol például úgy árulták a helyet, hogy este 9:30 között meg lehet nézni a medvét, mert jön be a hátsó udvaron, és ott tettek ki neki bizonyos ételeket. És azok akkor is jó felelőtlenek. Így van, így van. Illetve van egy másik elméletem, amivel szerintem más is találkozott már, az, hogy tehát adnak egy kilövési engedélyt mondjuk a medvére, azt bizonyos vadásztársaságok elkezdik ugye szétosztani, használni, csak hogy az a baj, hogy a vadász, aki eljön és meg szeretne lőni egy medvét, az ugye nem a legkisebb példányt szeretné meglőni, mert az számára nem élvezet, hanem ő meglövi az alfát, a legnagyobb medvét, vagy az egyik legnagyobbat, és tulajdonképpen a problémát nem oldottuk meg, hanem kilőttünk egy olyan medvét, amelyek be sem jár a településre, mert ő uralja fent mondjuk az erdőt, és neki nincs szüksége, hogy lejöjjön a településre, és ilyen formán tulajdonképpen mondom, naív vagyok, nem tudom, zöldfülű vagyok, nem értek hozzá, én csak van egy ilyen feltevés bennem, hogy az engedélyt hogy használjuk, tehát kilövést kapunk arra a medvére, vagy kilövést kapunk arra, hogy kilőhessünk három medvét. Itt biztos tértek, biztos voltak visszaélések ezzel a dologgal. Én azt mondanám, hogy Székelyföldön nem ez a jellemző. Tehát, hogy nálunk tényleg az van, hogy olyan szinten próbálják megoldani a polgármester. Ugye képzeld el, nekem van polgármester barátom, konkrétan a mikóifalusi Demeter Ferenc, aki mondta, hogy és mondd meg, mit tudjak csinálni a medvével, mondja. Nem azért le tudnánk lőni, mert van puska, van ember, aki meg tudja húzni a ravaszt, de nem szabad. Utána megbüntetik, becsukják a börtönbe. Mindeközben a vendéglőbe járt le, a hányszor betörte az ajtót, mondta, hogy az emberek nem mennek dolgozni, menni.
És teljesen jogos. Arról nem beszél, hogy te sem is szívesen egy olyan vendéglőbe enni, ahol tudod, hogy a másik asztalnál lehet, hogy leül Brumi. Igen, igen, tehát ez már volt az a vicc, tudjátok, hogy mi volt az utolsó szava a Székely bácsinak a mezőn, az hogy te komám, te mióta szered ilyen nyáron barna bundába a málnát? És ez volt az utolsó mondata, most már ez olyan, hogy a kocsmába is lehet, hogy odaszólsz, hogy miért iszod a sőrt málna léve? Ja, bocsánat. Vagy a málnás sört, maradjunk annyiban. Én azt nem értem, nem ott tart a történet, itt kérdezem, mert lehet, hogy valahol lecsúsztam az aktualitásokról, Bence, ennek te vagy a szakértője, nem ott tart a történet, hogy bizonyos körülmények között igen, ki lehet lőni medvéket? Szakértője nem vagyok, de van egy ilyen törvény. Nyilvánvaló, van egy helyi bizottság, ami össze kell üljön, jóvá hagyja. Az a tapasztalat ezekkel... És a medve mindeközben iszza a málnás sört? Persze, hogy nyugodt lélekkel. Tehát nem egy instant megoldás. Nem az, én megint Colorado-t venném, ugye Amerika, Colorado az egy olyan állam, ahol vannak medvék. Grizzly, fekete medve, mindenféle. És mit csinál, nem tudom, grizzlyük van, de fekete medvék tuti. Mit csinálnak ilyenkor? A maci egyszer bejön a településre, másodszor nem jön be. Puff. Tehát nem kell hozzá semmi. Itt a településen szóltunk a sheriffnek, jött a sheriff, vagy jött a vadász, vagy nem tudom ki. Amerikában ugye egy pisztolyér vagy egy puskája nem kell a szomszédba menni, mert van. Ledurrantják, kezit csókolom, persze utána lehet ki kell tölteni őt papírt, ez is rendben van, tényleg ne üljék nyakra főre a medvéket. Nyilván Amerikának más a jogszabálya, tehát ott a fegyverviselés és a vadászati jog az alkotmányos jog. Jogod van hozzá. Na, mindegy. Nálunk... Nem biztos, hogy nálunk ez olyan jó lenne. Az sem biztos, hogy ott ez a helyzet, az is jó, de van most logika benne. Erre a példára tekintve szerintem is jó, tehát van, amikor Colorado-t jó példának is lehet venni, ez pont egy ilyen eset. Tegnap előtt beszélgettünk egy másik témáról, amikor ugye azt mondtuk, hogy jó, hogy Kaliforniától olyan jó messze vagyunk. Én is azt gondolom, hogy bizonyos helyzetben, helyben meg kell tudni oldani a problémát. Csak az van, hogy megoldják, és akkor utána cirkusz van. Nem az tudna lenni a megoldása, kérdezem, de full laikus kérdés, nem az tudna lenni a megoldása például országos szinten, ha nagyon konkrétan meg tudnánk határozni azt, akár törvénykezés szintjén, mit jelent az, hogyha veszélyt jelent rád a medve? Mert Colorado szerintem azért van idézőjelesen jobb helyzetben ilyen szempontból, mert úgy kezelik az egészet, átlépte a település határát. Potenciális veszélyforrást jelent ebben a pillanatban a medve. Egyértelmű a válasz, ugye, hogy igen, és akkor meg lehet ejteni ezeket a bizonyos önvédelmi cselekedeteket a közösség érdekében. Nálunk szerintem az a gond, hogy nincs feltétlenül letisztázva, hogy a harmadik pof után, egy hiányzó végtag után, egy kioltott élet után, vagy miután számít veszélyesnek a medve. Igen, az lenne jó, hogyha bejön a településre, lenne, mint ahogy vannak a községeknek, falvaknak ilyen tűzoltóik, ugye, akkor legyen ilyen egy medvelővő, és akkor nem tudom, a faluba van egy Jóska medvelővő. Jóska, szólj a medveülő. Igen. És dinasztiák fognak igen kialakulni. Szóljál Gézának, nála van a puska. De valószínűleg, hogy ez lenne a megoldás. Így az a baj, mi a gyakorlat? Ugye hány ilyen hírt olvastunk, hogy N plusz egy településen elütötte a vonat a medvét. Szerinted miért üti el a medvét? Mert oda rakják neki a kaját. A medve oda jár, egyszer csak jár a vonat is, aztán egy baj a kevesebb. Ekkor jönnek az ilyen satú megoldások. A másik ugye a medvéknek a lemérgezése. Kirakják az antigeles kenyeret, kirakják egyet, Nem értek egyet én se, de figyelj, tehát hogyha az ember azt tapasztalja, hogy a hatóság tökölődik, neki nem oldja meg a problémáját, előbb-utóbb az embereknek szétgurul a pirulája, vagy azt csinálják, hogy agyonütik a medvét, amit itt volt, vagy más megoldást. Pont ez, amit te mondtál, jó, szó, igen, epicivel korábban vasvilla a kézbe, tömegesen, kis csoportban, nagy csoportban, de megpróbálunk valamit tenni, pontosan mondjuk a szeretteink vagy a közösség védelmért. És teljesen emberi reakció ez. Az a kérdés, hogy miért nem akarják törvénykezés szintjén megérteni ezt, hogy ez a teljesen normális reakció. És arra gondolok, hogyha évek alatt, néhány év alatt úgy át lehetett szoktatni a medvéket arra, hogy teljesen nyugodtan jöjjenek be, fordítsák fel a kukákat, egyék meg a kirakott kajákat, akkor valószínű, megkockáztatom, hogy az a megoldás, hogy nem jöhetnek be település határon belül x ideig, néhány évig együtt járna azzal, hogy esetleg sajnálatra méltóbb macikat is kilőnének, de néhány év elteltével azért annyira csak intelligens mondjuk a medvefaj is, hogy felfogná, hogy akkor oké, eddig tartott a Kánaán, innentől kezdve ennél a határnál bennebb nem megyünk. Tehát hozzá kellene úgymond szoktatni őket ahhoz, hogy nem szabad, pont úgy, ahogy hozzászoktattuk az etetéssel és a minden mással ahhoz, hogy igen, igen, szabad, gyertek. Vegyük körbe Székelyföldet villanypásztorral, az a biztos, mert a medvét is azzal tartják távol. Nem tudom, hogy ez mennyire kivitelezhető, amíg akár egy kisebb település esetében
is. Tény, hogy itten hatékonyabb megoldás kellene, és azokat a medvéket kellene kezelni, ha kell, akkor olommal. Nem ez lenne az első megoldásom, de ha nincs más megoldás, akkor az, akik bejárnak, vagy amelyek bejárnak a településre, és az a baj, hogy ezt a jogszabályt nem feltétlenül olyan emberek kellene meghozzák, és nem olyanok kellene rájuk hassanak, akik macit a tévében láttak Mici Mackó személyében, akivel szintén nincsen semmi bajunk. Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Női hallgató, vagy hölgy hallgató, vagy kisasszony, vagy netán asszony hallgató írja a következőket. Határidő naplókkal az a baj nálam, hogy folyton elvesznek. Yes, nekem is. Ezért van 3-4 darab, és természetesen mindegyikben én mást ír, így viszont teljesen lehetetlen követni. Amúgy én csajlétemre munkában nagyon pontos és figyelmes vagyok, itthon viszont a férjem a megmentőm. Mindig én vagyok, aki kiabál, hogy drágám, nem láttad a táskám, fésüm, telefonom, a fekete cipőm. Abban igazatok van, hogy a szétszórság egyértelmű tünete lehet bizonyos diagnózisoknak, mint az ADD és társai, de sajnos itthon Romániában még messze menően le vagyunk maradva ezek felismerésében, és teszi hozzá elfogadásában. Igen, hát azért nálunk ezeket nem tudom. Deficiency disorder, valami ízé, tudom, hogy miről van szó, mindegy, ilyen, tényleg ilyen figyelem zavar. Elég sok van, például iskolásokat szoktak Amerikában elég gyakran diagnosztizálni ilyenekkel. Igen, a mi műsorunk mai 3 témája a szétszórságról árulkodik, és ehhez a szétszórtsághoz is kaptunk még egy üzenetet. Attila azt mondja nekünk, kellemes reggelt, én is szétszórt vagyok, de ezt már orvosoltam. Mindenből 2 veszek, és az egyik tárgynak megvan a helye, a másik pedig, ahol hagyom, ott van jó hely. Na de akkor van baj, ha esetleg egyiket sem találom. Jó rádiózást, kellemes és érdekes az önök műsora, nap mint nap hallgatjuk önöket. Tehát a lényeg az, hogy én is mindenből 2 szoktam venni, de főként telefontöltőből, fülesből, fülhallgatóból. Komolyan? Sőt, olyan is van, hogy 4 veszek. Vagy hát telefontöltőből kell annyi. Igen, és akkor tudom, hogy egy bent van az autóban, egy van a szolgálati lakásomban, és egy van otthon. De olyan is van nálam is, pont mint Attilánál, egyiket se találom, mert hogyha az egyiket elveszem azért, mert a másik nincs meg, akkor onnantól borul a rendszer, teljesen káosz van. Na de látod, nem voltál itt, pont erről beszéltünk korábban Bencével, hogy valószínű a szétszórtságnak a megoldása vagy orvoslása pontosan a rendszeresség. Tehát ilyen szempontból az, hogy te többet vásárolsz, szerintem abszolút nem gond, mert pont, hogy egy rendszer az. Rendszeresen többet veszek. Szerintem az, amit Attila írt, vagy a hallgató írt ugye korábban, hogy a biztonság kedvéért legyen még egy, én ezzel azért nem tudok egyet érteni, mert hogy pontosan olyan szempontból magunk alá adjuk ilyenkor a lovat, tudod, tehát tudom én már előre, hogy el fogom veszíteni, vagy el fogom tenni valahova, és akkor legyen egy tartalékba, és akkor tényleg könnyen megtörténhet az, amit ír Attila, hogy hopp, egyszer csak nincsen egyik sem. Ez önismerette, önismeret. Igen, igen. Ennyi múlik az egész. Szereted a rendszereket, Jocó? Igen. Szétszórt ember vagy? Igen. Na, hát hogy megy össze a kettő? Na, vagy hogy passzol? Hát úgy passzol, hogy tulajdonképpen vannak helyzetek, ahol nagyon is tudom, hogy hol a határ, és azokat tudom átlépni is, de tudom, hogy átléptem. Ilyen szempontból gondolom azt, hogy rendszeres, vagy rendszer szerető vagyok, vagy nem szerető, de ismerem mindenképp a rendszert. A másik oldalról pedig vannak helyzetek, ahol nem tudom, hol a határ. Jaj. Melyek azok? Mesélj, dőj hátra is. Vagy ki kell rakjunk egy 18-as karikát akkor a műsorra? Nem mesélek. Ne mesélj. Jó, rendben. Még egy visszautalás, ugye biztosításról is beszéltünk korábban, hadd olvasok akkor Zoltán hozzászólását is. Tehát azért nézd meg, milyen árak vannak. Sziasztok, biztosítást éren én is augusztusban köttem 570 lejét 1 évre. Még 29 éves vagyok, 5 éve van autó a nevemen, 11 éve van könyvem minden kategóriára, gratulálunk ehhez, és még nem okoztam balesetet. Jelenleg 1 évre 1100 lej a legolcsóbb, 1600 a legmagasabb, ugyanakkor csak 1.6-os dízel 120-as lovas autón van. Hát igen, ja, és B4 kategóriába sorolandó. Hát igen, ez most sajnos szívás lesz. Nem tudom ennél szebben megfogalmazni. Ebben a helyzetben nem tudom. Hát drágább lesz a biztosításunk is. Meg a gázunk is, meg a villanyunk is, meg az ételünk is, meg a ruhánk is, meg itt abba hagyom az optimizmust. Meg mi is sokkal drágábbak leszünk. Ugye? Na ez az, látod, lehet akkor lenne, mert a fura módról nem tudunk beszélni a sok nemű drágulás mellett, hogy hopp, a minimálbéreket úgy megtolnák fel. Vagy 50 lejjel.
nem tudom, mit fognak csinálni az emberek azzal a rengeteg pénzzel. Egyrészt, másrészt ugye ezek a problémák azokat is érintik, akik mondjuk nem csak minimálbért keresnek első körben, hanem mondjuk van 10 éves szakmai tapasztalat a házuk mögött, és a hátuk és a házuk mögött is, és nagyon megérdemelnék akár azt, hogy mondjuk némi nemű fizetésemelés legyen. Kár, hogy a bejövő pénzek kapcsán nem beszélhetünk ilyen horribilis számokról, mint csak a kiadások kapcsán. Mondtam, nem voltál itt, én megyek Madame-nak, keres szerintem te is még egy harmadik, negyedik szakmát, amit talán így fél munkaidőben meg tudsz oldani. Figyeljetek, nekünk az a szakmánk, hogy tájékoztassuk a kedves rádióhallgatókat, hogy minden drágább lesz, de legalább jókedvűen viseljük el. Hármas szabály, a maga nemében páratlan.